Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bálor Zsolt. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, le vagyok nyűgözve. Sok szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat, régi cimborákat. Itt a stúdióban is természetesen odahaza a képernyők előtt. Ma műsor elején mindenek előtt megbeszéljük, hogy miért tragikus, hogy már 56 éves vagyok. Jó? Innen fogjuk elkezdeni a mai adást. 56 éves vagyok, 56-odikban vagyok. Tudom, hogy ez nem látszik, mert brutális, ha jól nézek ki, de ez senkit ne tévesszem meg. Túl vagyok életem velén, és ez azért tragédia, mert ha most lehetnék fiatal, akkor egy teljesen könnyű, csodálatos karriert tudnék felépíteni. Gyakorlatilag minden megerőltetés nélkül. Miről van szó? Megérkezett az első fényképpel egybekötött hír arról, hogy felállhatott a dobogó legfelső fokára az a bicikli versenyen győztes férfi, aki közölte magáról, hogy ő nő, ezért a női mezőnyben indult el, és lásd csodát, megnyerte. Most ugye ott láthatjuk, tehát szép, nem? Önmagában szép, és gondoljanak, amióta ismerem ezt a kis hírecskét, meg megnéztem ezt a fényképet, annyira tetszik a srác, hogy ha én most lennék fiatal, mivel is kezdeném? Azzal kezdeném, hogy kicsit fölgyúrnám magam. Tehát mondjuk ez lenne a meló, a befektetés. Fölgyúrnám magam olyan közepecsre. És amikor már minden megvan, akkor közölném, hogy én nő vagyok. És elmennék boxolni. És mivel hál' Istennek már van női box, hát miért pont az ne lenne, hát nyilvánvaló, hogy a női mezőnyben boxolnék. Minden csajt lecsapnék. Ugye ez világos. Kijutnék az olimpiára legalább kétszer. Kétszeres olimpiai bajnokként már csak életjáradékként így megélnék. És az egész miről szólna? Csak annyit kéne néha mondanom, hogy én csajszi vagyok. Csak szépen ki. És ha esetleg mégis úgy néznék ki, mint ő, és ezáltal problémáim lennének a csajoknál, semmi gond, nézzük meg a következő fotót, akkor követném ezt az urat, akit úgy hívnak, hogy Karen White, mindjárt meg fogjuk látni őt, tehát Karen, ő Karen White. Ugye nagyjából úgy néz ki, mint aki egy gorilla orgiáról szakadt le. Na most White mester, miután különböző bűncselekményeket követett el, és elkapták, elítélték, és börtönbe kellett vonulnia. Ebben a lélektani pillanatban ő közölte, hogy ő nő. Mi által női börtönbe vitték. Ő, tehát őt. És a női börtönben elkezdte megerőszakolni a raptárs nőit. Na most emberek, tehát most te kicsit modellezzük, jó? Karen White megkapja maga 5-6-8 évét. És ekkor azt mondja, hogy bocsi, csak szeretném jelezni, hogy én nő vagyok. És ott ülnek büntetés végrehajtás, bíróság, és nem azt mondják neki, hogy figyelj, Karen, elmész anyádba, és beviszik a kóterbe. Nem. Nyilván elkezdenek töprengi, hogy te gyerekek, ha azt mondja, hogy nő, és mi férfi börtönbe csukjuk, akkor egy hét múlva itt lesz az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Transparency International, lehet, hogy maga Soros Gyugyó ide utazik, itt fog rohadni a nyakunkon az egész ótvar lipsi banda, hogy mi egy szegény csajt bezártunk a férfiak közé. Úgyhogy fogták a gorillát,
és elvitték a női börtönbe, ahol ez mindenkit megk***t, aki szembe jött. Ezért mondom, hogy ha én most fiatal lennék, hát mi bajom lenne? Olimpiai bajnok boxoló lennék, és ha nem lenne csajom, akkor bekérezkednék a női börtönbe. Ellopnék egy doboz cigit, 6 hónap bemennék, aranyéret. Ha úgyis tele van a női börtön leszbikkel. És mondanám, hogy lányok, én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok. Gyertek, gyertek. Na, hát, szóval így élünk mi itt a vidám 21. században. Jól nézzétek, eltüntették pedig. Mondtam volna, jól nézzétek meg Karen White-ot, ő a jövő csaja. És akkor egy kicsit tébláboljunk át a médiára, mert a média egy szeretnivaló lény. A következő hír jelent meg a múlt héten. Teljesen neutrális hír, nem is fogjátok érteni, hogy miért olvasom fel. A gyereke menza pénzével csalhatott a NAV egyik alkalmazottja, így szól a hír. Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a nyomozó főügyészség Debrecenben, mert az ottani NAV egyik munkatársa jogosulatlanul igényelt ingyen ebédet az óvodás lányának, mert hogy ugye a havi fizetése nyilván magasabb volt annál, mintsem, hogy az ingyen ebéd járna neki. Zárójelbe jegyzem meg, mi vagyunk az a kormány, ugye ez a kormány most már 9. éve, ahol van ingyen ebéd. Nem is kevés ingyen ebéd van. Emlékszünk még Bájnai Gordonra, meg Gyurcsány Fefére? Hányszor elmondták nekünk, hogy nincs ingyen ebéd. Egyébként Gordon éppen most előlépett, HVG-ben hosszú cikket írt arról, hogy a Fidesz kormány rákos daganat a nemzet testén. Én meg úgy gondolom, hogy Bájnai Gordon egy kevés az én seggemen. De ez most ebből a szempontból is teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy nálunk ugye van ingyen ebéd. És egy NAV-os alkalmazott visszaélt ezzel a lehetőséggel, és bár a fizetése miatt nem lett volna jogosult, ennek ellenére a kislánya az óvodában ingyen ebédelt. Ennyi a hír. A 444.hu, mindjárt kolléganőm remélhetőleg beteszi a fényképet, hogy a 444.hu ezt a hírt milyen fényképpel illusztrálta. Gyerekek, nem fogjátok elhinni. A fényképen Orbán Viktor látható. Tehát, még egyszer mondom, egy debreceni NAV alkalmazott jogosulatlanul eteti a kislányát az oviban. És ezt a hírt képesek egy Orbán Viktor fotóval. Orbán Viktor valahol le van fényképezve egy ilyen menzán, ahol éppen belenéz valami lábosba, gondolom valami vidéki látogatása során. Ezt teszik bele. Mostantól kezdve a 444.hu-ra egyébként ez a jellemző, ha bármi történik ebben a világban, ha Bangladesben földcsuszamlás van, biztos, hogy egy Orbán Viktor fotó van odatéve. Mert Orbán Viktor tolta le a hegyről a földet. És ők nevezik amúgy magukat független, objektív, tisztességes és becsületes médiának. Épp így koldulnak most maguknak pénzt, hogy ők annyira tisztességesek, hogy ők csak az olvasóik kegyeibe ajánlják magukat. Meg a Gyuri bácsiéba. Mellesleg. És hogy mi zajlik a médiában, mindezeken túlmenően ugye, Kocsis Máté lesz a vendégem a második részben, és vele is fogok erről beszélgetni. Tehát fölteszi a 444.hu a NAV-os alkalmazott bűncselekménye alá Orbán Viktor képét, Demeter Márti meg föláll a parlamentben, és elmondja, hogy Orbán Flóra utazott haza Ciprusról. És nem tűnik föl neki, hogy a repülőgépen ülő kislány amúgy 2 éves. Nem tűnik föl neki, hogy az egész ügy muszáj, hogy sántítson, mert egy ENSZ békefenntartó misszióban résztvevő
magyar katonákat hazahozó gépről van szó. Mi a redvát keresne egy ilyen gépen a miniszterelnök lánya, aki amúgy elmúlt 14 éves? De nem számít. Demeter Márti iratbetekintéseket tart, és kiáll, és ráadásul szerintem esküjét megszegve olyan adatokkal áll nyilvánosság elé, amely adatok nyilvánosságra hozatala, az én véleményem szerint önmagában bűncselekmény. És majd, és természetesen a lipsi média sok Orbán Viktor meg a családjáról készült fényképet tud elhelyezni ezen cikkek alá. Mert így működnek ők tisztességesen. Amúgy pedig visszatérve Karen White, itt van Márti, Mártika. Visszatérve Karen White-ra, a gorillaszerű csajra, aki a női börtönbe került erőszakolni, végül is az ő esetével sincsen semmi probléma, mert hogy az Egyenlőség Intézet nemrégiben föltett a honlapjára egy, hát nem, inkább egy ilyen felszólítást, nem mondanám hírnek. Az Egyenlőség Intézet azzal terhelte meg az őt olvasókat, hogy nem kellene a terhes nő kifejezést használni ezentúl, ugyanis az Egyenlőség Intézet szerint bárki teherbe eshet. Na, srácok, ti ott hátul fiatalok vagytok, nagyon vigyázzatok. Nagyon vigyázzatok. Egyszer csak hazamész, b***i, körülnézel, terhes vagyok, anya. Megmondta az Egyenlőség Intézet. Azt mondja, hogy az Egyenlőség Intézet a minap törölte azon posztját, ami hatalmas felháborodást váltott ki a kommentek, kommentmező népében, ugyanis azt javasolták, hogy ezentúl ne terhes nőkre, hanem terhes emberekre hivatkozzunk, azoknál a személyeknél, akik gyermekáldás elé néznek. Ugyanis a genderlobbi az anyaság kizárólagosságát is gendersemlegessé tenni. Röhögtünk mi már itten az elmúlt hónapokban számtalan ilyen eseten, ugye. De ha egy picit mélyebben belegondolunk, egy kicsit amögé nézünk, hogy a srácok hazamennek és be kell vallják az anyukájuknak, hogy teherbe estek. Ami azért hát elég szar lehet, na, tehát eszembe jut a régi székely vicc, mikor hazamegy a székely fia, és mondja, hogy idősapám, elvesztettem a szüzességem. Ej, fiam, gratulálok, gyere, üljünk le, ígyunk meg egy pohár bort. Leülni még nem tudok. Hát ugye, innen is közelíthetjük a dolgot. Természetesen ma már ezzel sincsen semmi probléma. De hogy még teherbe is esik a székely fia, ezen örömteli aktus után eleddig még nem gondoltunk. De most elérkezett a szép új világ, mostantól számot kell vessünk azzal, hogy a fiaink is terhesek lesznek. És visszatérve az eredeti gondolatmenetemhez, azért, hogyha egy kicsit belegondolunk ebbe mélyebben. Valószínű, hogyha az emberi civilizáció eljut oda, hogy már nem, hogy az isteni törvények nem jelentenek semmit, mert ezen már réges-rég túl vagyunk. De hogyha eljut oda egy emberi civilizáció, egy emberi közösség, egy emberi kultúra, hogy mostantól kezdve már a természet és a biológia törvényei sem számítanak, hiszen, ha nincsenek isteni törvények, akkor óhatatlanul eljut az ember, az emberek egy bizonyos része addig a gondolatig, hogy nincs Isten és nincs isteni törvény, akkor értelemszerűen én magam vagyok az Isten. Ezen túl van a nyugati civilizáció.
Viszont, hogyha én magam vagyok az Isten, gondolja a nyugati civilizáció jelentős embertömege, akkor nyilvánvaló, hogy a természeti és a biológiai törvények sem számítanak, hiszen én majd ezeket megváltoztatom, mert hatalmamnál fogva megtehetem. És én élek a gyanúperrel, hogy amikor egy társadalom eljut idáig, akkor ha egy kultúra eljut idáig, akkor valószínűleg tényleg közel van a vég. És a minap Szentesi Zöldi László barátom egy egészen zseniális írást jelentetett meg a 888.hu-n, az a címe, hogy Nyílt levél a nyugati emberhez. Majd nézzék, aki még nem olvasta, az keresse elő. És a Laci pont azt fejtegeti egyebek mellett, hogy hogyan jutott el, milyen stációkon keresztül jutott el a nyugati ember odáig, ahol most tart, hogy már semmi nem számít, hogy hogyan, milyen stációkon keresztül építette fel a nyugati ember a maga civilizációját, a maga gazdagságát. Kiknek a kirablása és a kifosztása árán, és hogy ebbe a felépített jólétbe és biztonságba hogyan veszítette el egyébként minden lelki fogódzóját és kapaszkodóját, és hogy hogyan vált belőle az, ami, hogy már semmi nem számít, csak az, hogy a fogyasztási igényeimet ki tudjam elégíteni. És hogy ez a nyugati ember végtelen és mérhetetlen önzésében már fel sem fogja, hogy egyébként, ahogy Laci fogalmaz, egy lépéssel van a római birodalom bukása előtt. És hogy nagyjából a folyamat szinte már nem is visszafordítható. Mert ez a nyugati ember a végtelen önzésében és a carpe diem, a pillanat örömének hajszolásában, abban a rettenetes állapotában, hogy elveszítette az időt, mert sem múltja, sem jövője nincsen, például nem veszi észre, hogy elvesztette a meccset az idegen, a más kultúrákhoz tartozókkal szemben pusztán azért, mert nem nemz utódokat. Mert utódnemzés helyett, mert család helyett, mert gyermeknevelés helyett azzal van elfoglalva, hogy kretén barom állatok elmagyarázzák neki, hogy egyébként bárki lehet terhes. Igen, ezen mi jót derülünk. De az a pillanat, mikor a nyugati embernek elmondják, hogy tesókám, George, vigyázz, mert a végén még te is terhes leszel, sőt, ha akarsz, akkor te is terhes lehetsz. Ugye érzik, innentől kezdve minden, ami emberi, minden, ami isteni és természetes, az zárójelbe tétetett. És nem csoda, hogy innentől kezdve nincs utódnemzés, nincs gyerek, nincs család, nincsen semmi, csak kretének vannak. Meg azok a divat bemutatók, amit két héttel ezelőtt itt mutogattam, a Gucci jövő tavaszi kollekciója. Előemberek, csírák, fehérje halmazok, akik már ám óvóképtelenek lennének arra, hogy bármilyen gyereket nemzenek. Teszem hozzá, hál' Istennek. Tragikus ez, de hát ez jutott nekünk. Minden esetre a 20 évesekhez szólok, srácok, semmi nincs veszve. Irány a női börtön. Rövid szünet, szusszanunk egyet, és aztán Kocsis Mátéval fogjuk folytatni.
Már is folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szerbusz, tisztelettel köszöntelek. Demeter Mártázni fogunk, jó? Nem állt módodban az első részt látni, ott is Demeter Mártáztam, most is fogok. Engedd meg, hogy felolvasok egy idézetet. Idézet így szól. Az LMP-s képviselő politikai indítatásból hozott nyilvánosságra egy ciprusi ENSZ misszióról adatokat. A polgári jogi és a büntető jogi felelősség is felmerül az ügyben, a lehetséges lépéseket vizsgáljuk. Ezt én mondtam. Mondta Kocsis Máté. Emlékszem, az én voltam. Induljunk el az elejéről. Ugye az egész ügynek talán az egyszerűbb része, hogy Demeter Márta. Az egyszerűbb része Demeter Márta. Igen, a legegyszerűbb része Demeter Márta. Ezen a következő lépcsőfok az a része, hogy Demeter Márta azzal vádolta meg a miniszterelnököt, hogy 14 éves Flóra nevű lányát katonai géppel hozták haza Ciprusról. Nézzük először ezt a felét. Ebből mi igaz? Semmi. Köszi. Jó veled dumcsizni. Következő kérdés meg. Ugye a probléma, most nyilván a probléma komoly, szétfeszíti a műsor kereteit, ha elvicceljük, de ugye az ügy azért súlyos, mert minden bizonnyal, amikor Demeter Márta úrhölgy betekintést kért ezekbe az iratokba, akkor látta, hogy az Orbán Flóra, akire ő gondol, jelesül a miniszterelnök lánya, aki szintén kiskorú, tehát hogyha ő lett volna, akkor is csínyán kell bánni szerintem ezekkel az állításokkal. De látnia kellett, hogy az nem a miniszterelnök lánya, hiszen az utaslistában Orbán Flórával utazó más Orbán vezeték nevű emberek nem a miniszterelnök családjához tartoznak. Tehát teljesen bizonyos vagyok személy szerint én abban, hogy ő tudta, hogy ez nem, hogy az a kislány nem a miniszterelnök lánya. De ennek ellenére a kérdésébe bújtatva tett egy olyan állítást, amire természetesen az egész balib média ráugrott, elterjedt a hír futótűzként, és maradt a hírhamisítás ténye és a magyarázkodás lehetősége. Nem utazott a miniszterelnök lánya semmilyen ENSZ missziós katonai gépen. És akkor el is érkeztünk az egész ügy szerintem legfontosabb részéhez, mert az, hogy Demeter Márta ezt hazudta, azt, hogy a balib média ebből körülbelül 24 órán keresztül próbált ilyen negatív szenzációt fabrikálni. Az, hogy leíródtak ilyen címek, hogy Magyarország miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról, nincs már több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban, írja 444.hu. Nem kell ilyeneket olvasni. Ez mind egy dolog, de Demeter Márta nem azzal követte el a legnagyobb bűnt, hogy hazudott valamit a miniszterelnök családjáról, hanem ennél sokkal súlyosabb dolog van itt a háttérben. Nevezetesen ezek minősített adatok, nem? Nem minősített adatok, de amikor Demeter Márta betekintést kért az iratokba a Kecskeméti repülőtéren, akkor a szabályoknak megfelelően tájékoztatták őt a biztonsági referens, tájékoztatta őt, hogy ezekkel az adatokkal, az adatok felhasználásáról és az adatok nyilvánosságra hozataláról, vagy ezekkel kapcsolatban, ezekkel az adatokkal azért kell óvatosan bánni, mert 30 évig nem nyilvános adatokról van szó. Tehát ugye az adatoknak többféle fajtája van, ez konkrétan nem minősített adatnak minősül, hanem nem nyilvános adatnak. 30 évre katonai okokból ezeket mindig titkosítják. Ugye nem sokan teszik fel azt a kérdést biztos, hogy miért kell titkosítani, hogy kik ülnek a repülőn. Ez esetben nem volt ennek ilyen súlya. Ugye egy ENSZ misszióban vettek részt hazánk szolgálatában álló katonák, és onnan jöttek haza, tudomásom szerint 10 év után, és ilyenkor a katonai protokoll szerint kiutazhat hozzájuk a család, és teljesen törvényes, legitim módon vele, vagy velük jöhetnek haza.
Ugye ez esetben felmerül a kérdés, hogy indokolta a titkosítás, nem, de ugye ez egy általános szabály, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy ENSZ misszióban, vagy abban kötelékben szolgálatot teljesítő repülőgépen kik és mikor ülnek. Afganisztánból is. Igen, ezek katonai adatok, az helyes, hogy ezt nem nyilvánosan kezelik. Az előbb elhangzottakra pedig csak megerősítésként azt tudom mondani, hogy a probléma nem pusztán az, hogy Demeter Márta teljesen nyilvánvalóan politikai haszonszerzés reményében hazudott a miniszterelnök családjáról, akart egy kicsit szerepelni vele, hanem az, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnökeként teljesen tisztában kellett azzal lennie, hogy törvénytelenséget követel, ha nem nyilvános katonai adatokat nyilvánosságra hoz. Akkor is így van ez, hiába játssza a hülyét, hogyha kérdésbe bújtatva tette ezt meg. És ezért mondom én azt, miután 4 évig vezettem azt a bizottságot, pontosan tudom, hogy miről beszélek, hogy ezért felelni kell. Tehát ez nem játék. Az, hogy Demeter Márta katonásosat játszik, és mindenféle adatokat kér, az addig az ő magánügye, ameddig tud bánni ezekkel az adatokkal. Ez nem játék, ez felelősség kérdése, világos jogszabályok vannak róla. A világon mindenhol egyébként, tehát mielőtt valaki azzal jönne, hogy ez is biztos valami magyar titkolózási módszer, szó nincs erről, ezek érzékeny adatok. Meg kell tudnia ítélnie egy országgyűlési képviselőnek, főleg aki ilyen területen dolgozik és mozog, hogy bánhat-e így adatokkal. Demeter Márta nem tudja ezt megítélni, alkalmatlan arra, hogy abban a bizottságban üljön. Ő azt hiszi, hogy ezek az adatok is felhasználhatók azokban a napi politikai csatározásokban, amit ő folytatni kíván. Nem felhasználhatók, teljesen alkalmatlan, és ezért szólítottam föl arra, hogy távozzon a Magyar Országgyűlésből, mert ez nem játék. Elhiszem, hogy ő ezzel akar szerepelni, de ez sokkal súlyosabb ügy annál, mint ő azt gondolja. És a tegnapi védekezése, vagyis hát a pontosabban tegnap előtt olvastam szerintem, ő csak kérdezett, nem az a baj, hogy kérdezett, hanem az, hogy nyilvánosságra hozott adatokat. Tehát hiába magyarázkodik, védekezik ezzel, az a probléma, hogy nem lett volna módja neki ezt megtenni. Utolsó kérdésem az üggyel kapcsolatban. Az én értékítéletem szerint itt nem egyszerűen arról van szó, ahogy te fogalmaztál, hogy hiába képviselő nem tud bánni azokkal az adatokkal, amikkel tudni kéne bánnia, hanem arról van szó, hogy ő megszegte a képviselői esküjét, szerintem. Milyen következménye van ennek? Felszólította a Fidesz, és személy szerint te, hogy mondjon le, ő megmondta a vállát, azt mondta, nem mond le, ennyi? Vagy lehet valamit lépni? Ugye az ügyészséghez fordulunk az ő ügyében, már csak azért is, mert szerintem, és a mi álláspontunk, a mi jogi álláspontunk szerint bűncselekmény valósulhatott meg. Ugye ennek van törvényi tényállása, azt majd az ügyészségnek kell értékelni, hogy pontosan mi ez. De a közmegbizatásával összefüggésben olyan adatokkal élt vissza, a mi véleményünk szerint, aminek BTK-s következményei lehetnek. Tehát a felelősség elől ez esetben nem lehet kibújni, hiába menekül, és még egyszer mondom, hiába védekezik azzal, hogy ez tulajdonképpen csak a képviselői munkája, meg hogy ő ellenőrzi a kormányt, ez nagyon helyes, de ezeket az adatokat nem lehet nyilvánosságra hozni. Oké, tehát akkor feltehetőleg az ügyészség kezében lesz a dolog. Úgy fogalmaztál, hogy feltehetőleg bűncselekmény gyanúja merül fel. Felmerül-e bűncselekmény gyanúja abban az esetben, hogyha egy parlamenti párt úgy ad pénzeket a saját vidéki szervezeteinek, hogy ezek pénzek eredetéről semmilyen dokumentum nincs, ezen pénzek eredetéről semmit nem lehet tudni, és az az utasítás érkezik mondjuk egy megyei pártvezetőhöz, hogy itt van zacsiba a pénz, és ezt holnap fizesd be a pártkasszába úgy, mintha a saját támogatásod vagy adományod lenne. Tehát nem árul kell titkot a Jobbik. Ki következtetett? Nyilvánosságra jutott ügyeiről van szó. Bűncselekmény-e ez, kérdezem, meglehetősen álnaívan. Igen, oké, menjünk haza. Ugye a pénz eredetéről mindenképpen számot kell adnia az elkövetőnek. Arról nem beszélve, hogy a tiltott pártfinanszírozás alapos gyanúját is felveti, hogy finoman fogalmazzak. Ennek a jobbikos szappanoperának ez még csak a nyitánya, ha jól nézem. És
a legdurvább rész, amit most a Schneider és a Wollner csinálnak egymással, ugye a magánélettel kapcsolatosan. Hogy mondjam, lehet, hogy az ország néhány napon belül olyan részleteket is meg fog tudni a Jobbik életéből, amire egyáltalán nem voltunk kíváncsiak. Az, hogy kikivel hempereg meg hancúrozik a Jobbikban, vagy a korábbi években ezt kikivel tette, szerintem nem biztos, hogy érdekli az országot. De ha jól látom, most ez az új irány. A párt nívóját, a résztvevők hogy mondjam, szellemi színvonalát azért erősen definiálja, hogy a sárdobálásnak már ezen a szintjén vannak. Annyiból nyilván érdekes az ügy, hogy és a politika számára ez kell, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, hogy az, amit évekkel ezelőtt is mondtunk a Jobbik és Simicska Lajos kapcsolatáról, arra most fény derülhet. Tehát amit korábban tagadtak, azt ők maguk fogják bebizonyítani. A szemben láthatólag kicsit elkalandozunk külpolitika irányába. A minap Jean-Claude Juncker elnök úrnak ismét kiújult az isiásza, hogyha figyelték a képsorokat, elővette az isiász elnök urat, miután előbb fejbe csapkodta Macront egy nagy iratcsomóval, majd elkezdett vele smárolni. Ez valószínű mind az isiásznak tudható be. Ezt csak azért citáltam ide, hogy kicsit beszélgessünk Brüsszelről, mert hogy ugyebár gyakorlatilag elindult, vagy következő fázisba lépett a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás, és az volna az én tiszteletteljes kérdésem te hozzád, hogy minek utána? Lengyelország már bejelentette, hogy bármi történik, ők úgyis megvétózzák. Mi bejelentettük, miután Lengyelország ellen is hetes cikkely szerinti eljárás folyik, hogy bármi történik, azt meg mi fogjuk megvétózni. Élek a gyanúperrel, hogy miután a cseh parlament hozott egy amelyben elítélik a sargentini jelentést, és a szlovák parlament most készül ugyanerre, feltételezem, ez a két ország is vétózna. És azt is feltételezem, hogy hiába vette elő erősen az isiász az elnök urat, ő is tisztában van vele, miképpen a tanács tagjai is tisztában vannak vele, hogy ebből soha nem lesz semmi. Miért csináljuk végig? Politika. Kösz, menjünk haza. Közeledik az európai parlamenti választás, fent kell tartani a témát. Mindenki tudja, hogy teljesen abszurd és kivitelezhetetlen Magyarországgal szemben. Nincs is rá ok egyébként, de nem is lehet végigcsinálni. Végig nyomás alatt kell a magyar kormányt azért tartani, mert mást képvisel bevándorlás kérdésében. De ne menjünk túl egy témán, a hét kedvenc híre nálam személy szerint, hogy kábítószer birtoklásért visszakerült a börtönbe Emmanuel Macron Saint-Martini barátja, akivel közösen fotózkodott. Igen. Félmeztelenül. Mármint a... Alsógatyába, igen. És hogy mondjam, tehát ha egy ekkora és ilyen befolyásos országnak és annak az elnökének nincsen annyi érzéke, vagy nincs a stábjában annyi életösztön, hogy mondjuk börtönviselt bűnözőkkel nem szükséges a francia elnöknek fotózkodnia, az azért felvett itt az európai szintéren is egy különböző kérdéseket. Egyébként ezzel relativizálva mindazt, amit ezek a bűnözők elkövetnek. De visszatérve a kérdésre, ugye az Európai Unióban az a parlament, amelyik most még döntéseket hoz, az 2014-ben még nem a bevándorláson keresztül került megválasztásra. Az európai polgárok nem a bevándorlás szemüvegén keresztül hoztak róluk döntést. És nyilván egyre erősebb a harc, és egyre inkább feszülnek egymásnak azok az erők, akik ellenzik az illegális bevándorlást, meg akik meg akarnák azt szervezni. És nyilván a magyar miniszterelnök évek óta következetesen ugyanazt az álláspontot képviseli, és ezért egy egyszerű politikai bosszúhadjárat, de lehet folyamatosan róla beszélni, hogy Magyarország ilyen, olyan, meg amolyan, nem kell ezt komolyan venni, végig kell tudnunk csinálni, és nagy sikert kell jövő májusban elérni az EP választásokon.
maradjunk még az EP választásoknál egy pillanatra. A kérdés még csak nem is elméleti részemről, annak ellenére, hogy tisztában vagyok az Európai Parlament erőviszonyaival. Nevezetesen nyilván egy Németországnak, nem tudom, azt hiszem 92 mandátuma van Magyarországnak, meg a hozzánk hasonló méretű államoknak, meg 21. Ezek a rögzített erőviszonyok. Mégis én úgy érzékelem, hogy a közép-európai és kelet-közép-európai társadalmak sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy mit jelent a primér önvédelem, hogy mi a tét, hogy miért probléma és veszély a migráció, és azzal is szerintem tisztában vannak, hogy a nemzetállamok Európája versus közös európai állam, föderáció, meg világállam vitában nekünk a nemzetállamokat kell képviselni. Nyugaton lehet, hogy ott is tudják, csak még nem szóltak, de egy kicsit olyan pépesebb, ködösebb a helyzet. A rögzített erőviszonyok ellenére a következő EP választás meg fogja erősíteni Közép-Európa súlyát a nyugattal szemben? Éppen azért, mert mi tudatosabbak vagyunk? Egészen biztos vagyok benne. Ha csak az elmúlt évek V4-es folyamatait nézzük, hogy hogy növekedett hónapról hónapra a közép-európai országok befolyása az unión belül is, mennyivel vált fajsúlyosabbá a V4-ek véleménye, akkor egészen biztos vagyok ebben. Arról nem beszélve, hogy ugye az az Európai Parlament, amelyik elfogadta ezt a sargentini jelentést, most a tartózkodó szavazatok számolásába bele sem megyek. Azért elnézegettem azt a vitát. Én nyilván nem az európai politikával foglalkozom, nem is, nincs is erre mandátumom. Hírfogyasztóként nézem, és nyilván politikusként követem az ottani eseményeket, de elnézegettem azt a vitát. Azok az emberek, akik hozzászóltak, teljesen komoly arccal elmondták, akik soha nem jártak Magyarországon, elmondták, hogy nálunk milyen szörnyű a helyzet. Abban a tónusban, abban a stílusban, abban a megfogalmazásban, hogyha talán ebben a műsorban belefér, hogy elmondjam azt a véleményemet, hogy ha valakinek lesújtó véleménye van a Magyarország gyűlés színvonaláról, akkor nézzen egy kis európai parlamenti vitát, tehát az ott ülők jelentős részéhez képest, most ne bántódjék meg senki, de még Demeter Márta is egy intellektuális nagyhatalom, ami mondjuk azért említése méltó, mert ezek az emberek olyan ítéleteket hoznak, országok, nem egy ember, egy politikai párt, hanem egy ország felett, a mi hazánk Magyarországgal szemben olyan értékítéleteket állítanak föl, ami azon, hogy elfogadhatatlan, ha mögé nézünk a dolognak, kik mondják ezt? Kik ezek az emberek? Az a Judit Sargentini, aki bejelentette, hogy ő többet nem is akar európai parlamenti képviselő lenni. Ez egy ilyen alkalmi viccelődés számukra, ez a mi országunk, a mi nemzetünk, rátámadnak, meghazudtolnak minket, utána pedig meg vannak sértődve, hogyha ezt akár egy itthoni, hazai országgyűlési határozatban visszautasítjuk, gúnytűznek ebből, stb. Szóval, hogy mondjam, az látszik, hogy nagyon megváltozott az európai közbeszéd is, az is látszik, hogy kérdésére visszatérve, hogy a V4-ek és a közép-európai országok és Magyarország véleményének a súlya is növekedett, és az is világosan látszik, hogy egy nagyon nagy arányú átrendeződés zajlik a jövő tavasszal, azt meglátjuk, hogy milyen irányba, azért kell most mindenkinek dolgoznia, és nem csak Magyarországon, Európában is, hogy azok a politikusok, azok a politikai pártok kerüljenek többségbe az Európai Parlamentbe, akik képesek ezt az agyrémet megfékezni, amit az isiászos ember meg a francia elnök előállítottak. Egy percben úgyis, mint egykor volt polgármestert, hagyj idézzem ide, jövőre önkormányzati választások is lesznek. Mit szólsz ahhoz, hogy 8 hónappal ezelőtt egy ilyen lipsi, pécsi hírportál írt egy hírt arról. Hol bukkansz ilyen portálokra egyébként? Apukám, én figyelek. De én nem onnan tudom. Az a lényeg, hogy most már vissza van göngyölítve. Egy pécsi, lipsi, ilyen
teljesen marginális hírportál írta meg 8 hónapja azt, hogy az Orbánék eldöntötték, hogy már pedig nem lesz főpolgármester választás, hanem mostantól majd kinevezik a főpolgármestert. Ez 8 hónapja nem hulló csillag, ez álló csillag a lipsi média egén. Azóta mindenki megírta. Azt most jönnek a választások. Most kérte fel Orbán a tarlóst arra, hogy vállalja el, aki igent mondott. Letelt az egy perc. Letelt az egy perc. Mondjál már egy kis előrejelzést szerinted. Budapest nehéz ügy az énekünk, nem? Mindig is az volt, viszont van egy kiváló főpolgármesterünk, és amikor 3 évvel ezelőtt hírbe hoztak azzal, hogy igen, hogy én magam lennék majd Talós István utódja, akkor is azért utasítottam vissza ezt, mert egyrészt szó nem volt soha ilyesmiről, másrészt Budapestnek kiváló főpolgármestere van. Miért keressük kényszeresen az utódját állandóan? Jó, hát most azért kemény kihívó van, Puzsérnak hívják. Szerintem megbirkózik vele a főpolgármesterről, és mi pedig mindent megteszünk, hogy megnyerje a jövő évi választásokat. Nagyon, nagyon sok minden fejlődött Budapesten, aki nyitott szemmel jár, az láthatja, hogy a kormány erőfeszítéseinek és a főváros erős vezetésének köszönhetően végig sem tudnám most a hátralevő pár másodpercben sorolni, hogy mi minden változott, ezt a munkát folytatni kell. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghívtak. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Természetesen jövő héten a szokott időben találkozunk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra.